vždy sme mali blízko aj k detským pesničkám. Lényegében mindig közel álltunk a gyermekdalokhoz, mert már akkor is, amikor az óvodába jártam, az apukám írt egy néhány dalocskát, amelyek ma is élnek, azok is megjelentek CD-n annak idején. Patrícia Molnárová Turinyicsová nem csak a dalszerzést és az éneket érzi magához közel, hanem a karácsonyt is. Talán sokakat nem lep meg, hogy az ismert zenész Csekú unokája, akinek a szülei is muzsikusok. Turinyicséknál, Adrikánál és Dusannál nincs életzene nélkül. A CD-n szereplő mind a 13 dal gyerekeknek szól. Az utolsó a szerző kislányának, a 10 hónapos Hannának. Na, tak vitajte, de medzi nami, ti náš poklad vysnívaný. Itt igazából arról van szó, hogy szeretem a gyerekeket, és főleg arról, hogy amikor Patrícia kicsi volt, akkor írtam neki egy-két dalocskát. Aztán megszületett Hanka, hála Istennek, és hát ez nyilván a folytatáshoz is nagy impulzus volt. Akkor én írtam neki egy szép kis dalocskát, majd az anyukája. És akkor a család feje úgy döntött, hogy ez egy teljes CD lesz, nem csak egy-egy dalocska. Megcsináltuk, az anyuci adta az ötleteket, és én, mint hivatásos zenész, ezeket az ötleteket valahogy felöltöztettem. Malá lama pri plote sa pásla celkom sama, ako sa zdá. Kde sa vzala, susedou sa spýtam, či ju mama nehľadá. CD-sko som naspievala samozrejme ja. A CD-t én énekeltem fel, habár soha nem énekeltem gyerekdalokat. Ennek ellenére a szívemhez igazán közel állnak. Muszáj ugyanakkor név szerint megemlítenem a négy ügyes kislány segítőmet. Katka, Elia, Simonka és Nikolka volt a négy vokalista, akik pár dalban feltűnnek. Az anyukám árasztotta az ötleteket, van egy cicánk, Murka, és itt van Duncsó kutyus is, és hát ezeket a dalokat ők, vagy hát maga az élet írta. Arra szerettünk volna törekedni, hogy az albumnak edukációs jellege is legyen, tehát van ott egy-egy dal az évszakokról, mindről külön-külön, és a többi egyébként olyan, hogy a legapróbbak is értik. Ki kiválaszthat a cica, a kutyus vagy a vakond főhősök közül. A gyönyörű borítóval ellátott CD lemez szövegmellékletet is tartalmaz, így mindenki az előadóval együtt énekelhet. Egy művészi szempontból igényes anyagot szerettünk volna készíteni, ám azt is tudtuk, hogy a CD-t gyerekeknek célozzuk, ezért fontos volt számunkra, hogy a dalok könnyen tanulhatók és könnyen énekelhetők legyenek. Az embernek mindig át kell éreznie lélektanilag azt, amit a gyerek érezhet. A feleségem eléggé kritikus, ennek ellenére azt mondta, hogy sikerült jól megalkotni ezt a CD-t, főleg a közösen megírt szövegeinket. Krütka kamarát, barátom a vakond. Ez a gyereklemez címe. Az a lemezé, amely nem sokkal karácsony előtt jelent meg, és a Turinyi zenei műhely munkáját, tehetségét dicséri. Kapható a Diderot könyvesboltban és a szerző e-shopjában is. A karácsony a kedvenc ünnepem, nem csak az enyém, hanem az én drága Hannácskámé is. Szívesen ölti magára a kis ünnepi ruhácskákat, benne van mindenben, amit kitalálok. Alig várom már, hogy kicsit nagyobb legyen és közösen kreatívkodhassunk. Mi ugyanezt csináltuk az anyukámmal, amikor kicsi voltam, tehát nagyon boldog leszek, ha majd ebbe ő is belenő. You better watch out, you better not try, you better not go down, tell you why.